televíziónk minden héten teret ad karcagi tehetséges diákok bemutatására. Ma Dobos Hunort ismerhetjük meg. A György István Katolikus Általános Iskolában Dobos Hunorral beszélgetünk, aki az angol nyelvben jeleskedik, ahogy itt megtudtuk Kovács Miklós igazgatóasszonytól. Mit kell tudni rólad? Miért az angol a kedvenced? Hát én úgy gondolom, hogy a mai világban eléggé fontos a nyelvtanulás, mert elutazol külföldre, akkor nagy segítség, hogyha tudsz angolul beszélni. Meg hát ez az egyik kedvenc tantárgyam is. Otthon is általában olyan videókat szoktam nézni, ahol angolul beszélnek, magántanárra szoktam járni, meg hát itt az iskolában is ötször, hát hogy egy héten ötször van angolulján. Mit tartasz inkább fontosnak, hogy az írásos részét tudjad nagyon jól, a szabályokat, meg a helyesírást, vagy azért fontos, hogy megszólalni is meg tudjál? Hát mind a kettő nagyon fontos, a beszéd, az írás is nagyon fontos, hogyha valami e-mailt kell írni, akkor nem árt, hogyha tudod, hogy hogyan kell használni, hogyan kell legyen a mondatokat, a beszélés, az meg, hogy megértsen egy angol ember. Például, nem tudom, egy étteremben, és akkor elmondod, hogy mit kérsz. Volt már erre mondjuk lehetőséged, ahol tudtad használni az angol nyelvtudásodat? Hát én otthon nagyon szeretek számítógépes játékokkal játszani, és ott általában angolok szoktak lenni, és úgy szoktam kommunikálni. Az angolon kívül mi a kedvenced még? Hát szeretem a testnevelést és a matematikát. Nyolcadik év végére szeretnél egy nyelvvizsgát? Igen, szeretnék. Meg szeretném próbálni. És utána hova szeretném majd menni tovább tanulni? Hát én a testvéremet fogom követni Egerbe, a Neumann János gimnáziumba, kollégiumba. És ha nagy leszel, mi leszel? Hát ez egy jó kérdés, lehet, hogy katona. Mi jelenti a kikapcsolódást? Itt említetted a játékokat, de azért mondjuk, hogy nem órákig játszol, tehát azért nyugtassál meg, hogy nem vagy ilyen függő. Hát szeretek zenét hallgatni, meg hát pihenni. Az is egy kikapcsolódás nekem, hogy picit ki tudom pihenni magam az iskola után. Napi, mennyit tanulsz, hány órát, amikor hazamész? Hát az attól függ, mert hogyha készülni kell dolgozatokra, akkor általában egy ilyen egy-hány órát kell tanulni, és ilyen 10-kor tudok lefeküdni. És egyébként osztálytársaiddal motiváljátok egymást, most térjünk vissza egy picit az angolra, tehát beszélgettek egymás között is, mondjuk szünetben angolul csak azért, hogy gyakoroljátok, vagy ez inkább nem jellemző? Hát inkább magyarul szoktunk beszélni, de van, amikor így valami angol szót így ilyen, hogy ilyen vicces, és akkor így mondunk valamit angolul. És egyébként milyen természetű vagy, hiszen most a maszk alatt nem nagyon látjuk, hogy mosolygós vagy-e, vagy vicces vagy-e. Mit kell tudni rólad? Hát nem szeretek szerepelni kamerákon, hát hogy inkább így ott maradok a komfortzónámban, amit én itt szeretek. Nem beszélek nagyon sokat. Én azt kívánom, hogy az álmaidat azért sikerüljön megvalósítani, és akkor sikerüljön ez a nyelvvizsga is, és a továbbtanulásod is. Köszönöm.